Dikiász azt álmodta, hogy az istenek tanácsa előtt áll. 12 isten ült vele szemben. Leírhatatlanul gyönyörű lényüket szikrázó fénykorna ölelte át. Mindent betöltött a ragyogás. A palotát, a kertet, a környező hegyeket, a fákat, a virágokat, a tengert, az égboltot. Távolabbra is ellátott tekintete. Innen nézve a hunyorgó csillagok is sokkal közelebbiknek tűntek. Az istenek kegyesen rámosolyogtak. Dikiászt különös érzés fogta el. Nem tudta, hol van. Ahogy azt sem tudta, vajon álmodik-e. Valóságosnak tűnt a végtelen terem. A különös színekben pompázó istenek és a körülöttük suhanó, cikázó fény áradat. Bár a földön ilyen csodát még sosem látott. Szerette volna megtudni a nevüket. Mégsem kérdezte meg. Ámulattal nézte a 12 istent. A 12 hatalmas ezüst trónon. Egyiküket felismerte. Afrodité volt. Ő kísérte mindig szép, ám sokszor fáradtságos útján. Hol lehetek most? Töprengett magában. Dikiásznak ilyen kellemességben még sosem volt része. Minden csupa ragyogás. Mintha a hold korongján állna, és szemét a rapsugarai fonnák magukhoz békésen, puha sejmes öleléssel. Afrodité, aki egész életében mellette állt, óvta és figyelte minden lépését. Most kedvesen megszólította. Mondd csak, Dikiász, van valamilyen kívánságot? Egyet kérhetsz, s mert igaz embernek ismertünk meg, teljesítjük. Jól gondolt meg, mit kívánsz, mert kérésed valóra válik. Utólag már nem vonhatod vissza. Az emberi kérés sokat jelent nekünk. Komolyan vesszük, és teljesítjük. Alaposan vett fontolóra, mielőtt kimondanád. Arra gondolt Dikiász, mégiscsak álmodik. Ismert egy régi mesét a szegény emberről és a madárról. Amikor a madár azt mondta, kérj bármit, teljesítem a kívánságod, az ember így szólt. Fogd be a szád, a madarak énekelnek, nem beszélnek. Azóta dalolnak a madarak, és az emberek nem érthetik a hangjukat. Nos, igaz ember, halljuk a kérésed. Dikiásznak semmi sem jutott az eszébe. Minden a vágya, amely után valaha epett égőr és hevesen. Kérte is akkor az istenektől, most egyszerre kiszállt a fejéből. Az ámulattól nem tudott megszólalni. Kérhetsz bármit, segített most is Afrodité, ahogy Dikiász eddig élete során mindig. Tiéd lehet a leghatalmasabb tenger, mely a távoli szigetek partjait köti össze a száraz földdel. Tiéd lehet valamennyi hajó, amelyek a hullámok hátán ringanak. Ha ezt választod, a fickándozó halakat és a felhők toronyán szálló madarakat is megkaphatod, a tengerrel együtt. Ahogy a mélyben élő dús növények, kagylók, gyöngyök és tengercsillagok mind-mind a tiéd lehetnek. De kérheted a hegyeket is, ha az a kívánságod, hogy egy hófötte hegy csúcsról, a felhőkön áthajolva könnyedén az égbe juss. Dikiász komolyan válaszolt ekkor. Csak azt az egyet kérem, hogy mindig velem legyen a szeretet. Rendben van, helyeseltek az istenek. Megkapod, amit kértél. Mától te magad vagy a szeretet. Sosem szakadhatsz el tőlünk, ahogy önmagadtól sem. Így a szeretet mindig veled lesz. Élhetsz bárhol, akár a földön is. Mindig velem lesz a szeretet? Kérdezte Dikiász, és felébredt.